Az idei évben 9. alkalommal tartották meg a rózsásúly imanapot, melynek gyökerei Franciaországból erednek, ugyanis ott tevékenykedett Lisieux-i kis Szent Teréz. A tisztelet előtt Magyarországon először Békés Csabán adóztak, a 90-es évek elején. Ebben az évben Makó két helyszínen is várta a híveket. Az újvárosi templom, hála Istennek, jó nagy, viszont azért döntöttünk a nap első részében a plébánia mellett, hogy egy picit talán közösségibb tudjon lenni, hogy személyesebb tudjon lenni, kisebb távolságok talán ilyen módon is személyessé teszik így ezt a mai napot. Az ünnepség úrangyal imádsággal kezdődött, majd zenés dicsőítés következett. Bár a jeles napot a szerzetesnő emlékezetére szentelik, most személyétől kicsit elrugaszkodva egyik testvére, Lion is a középpontba került. Ő kármelita nővér volt, szegényeket gondozott, ám gyermekkorában szülei sokat küszködtek vele. Élete éppen ezért lehet példaértékű a mai fiatalságra nézve. Látjuk, hogy a mai világban milyen sok fiatal nem találja a helyét, vagy nehezen fedezi fel, és mennyit szenvednek emiatt. Nem találnak kiutat a sok zsákutcából, sok eltévedésből. Az imanapra nem csak a helybéli, de a környező települések keresztényei is eljöttek, akik jó kapcsolatot ápolnak a makóiakkal. Többek között érkeztek Orosházáról, Szegedről és Domaszékről. Kmetovicsné Széles Lívia minden évben részt vesz az eseményen, ugyanis kérései a szenttől beteljesültek. Én egyszer úgy jöttem, hogy két nap múlva kórházba megyek, és ez egy ilyen utolsó lehetőség volt, hogy hallottam róla, akkor én most jövök és elkérem, és nem kellett kórházba mennem. A tanúságtételekre, valamint a levélírásra a Szent László király templomban került sor. Az ünnepség záró programját, a Szent Misét Péceli Bence Imre atya celebrálta.